Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják. 2024. július 2-án, kedden pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket. Három új taggal bővült a Kiskörös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. Sorra nyeri el az elismeréseket a Wolf and Lamb. A június 17-i úszóversenyen az óvodások is medencébe ugrottak. Az idei választások során Kiskörösváros német nemzetiségi önkormányzatának vezetősége három új taggal bővült, az elnöki feladatokat pedig továbbra is Kincses Mihályné látja majd el. A német nemzetiségi önkormányzat egyik fő célja a német nyelv oktatása városunkban. A 2024-es választások során képviselőket küldtünk az Európai Parlamentbe, a megyei önkormányzatokba, valamint megválasztottuk Kiskörös polgármesterét és a helyi képviselőtestület tagjait is. Emellett lehetőség nyílt a nemzetiségi önkormányzati választásokra is. A választások eredményeként Kiskörösváros német nemzetiségi önkormányzatának vezetőségében új tagok kaptak helyet. Két előző társam úgy döntött, hogy nem szeretné tovább végezni a munkát ebben a körben. Természetesen maradnak, és továbbra is a nemzetiségi önkormányzat tagjai lesznek, csak a felelősséget már nem szerették volna vállalni. Így új tagok után kellett nézni. Nem volt egyszerű, de végül is sikerült három embert meggyőzni, hogy ez nem olyan sok munkával jár. Így a helyi német települési nemzetiségi önkormányzati választáson Díszlőnél Markó Ibolya, Tüske Bernadett, valamint Katzenbach Zoltán szerzett mandátumot. Nálunk három fős a vezetőség, az egyik az elnök és két vezetőségi tag, egy pedig marad a tartalék, hogyha valaki valamilyen okból kiesik, akkor ne kelljen választásokat kiírni, és végül én maradtam bent a vezetőségben Katzenbach Zoltán és Tüske Bernadett, és Diszlé Markó Ibolya pedig lett a tartalék. Kiskörösváros német nemzetiségi önkormányzatának tagjai a továbbiakban is szeretnék folytatni azt a tevékenységet, amelyet az elmúlt években végeztek. Vannak fix programjaink, amiket nem szeretnénk elveszíteni. Gyakran szervezünk sörestet, illetve színházi esteket szoktunk itt az imaházban szervezni, német nyelvűt, vagy éppen elmegyünk Szekszárdra német nyelvű színházba, esetleg kirándulunk. Sokat segítjük az iskolák német nyelv oktatását, nem csak abban, hogy támogatásként megfinanszírozzuk a versenyt, vagy akár a díjakat, hanem abban is, hogy elmegyünk magára a versenyre, és az állomásokon várjuk a diákokat. Emellett filmvetítésekkel is színesítik majd a hétköznapokat. Kincses Mihályné elmondta, hogy a helyi, közel 50 fős német nemzetiségi közösségben fiatalok, valamint idősebbek is egyaránt szerepet kapnak. A kiskörösi származású vállalkozó Gyúrján Attila a 2023-as évben hozta létre kézműves eljárással gondosan összeválogatott alapanyagokból és kizárólag természetes hozzávalókból saját alkoholos italát, a Wolf and Lambet, ami sorra átütő sikereket ér el. Gyúrján Attila kiskörösi származású vállalkozó a 2023-as évben döntött úgy, hogy létrehozza saját italát, a Wolf and Lambot, ami egy kézműves eljárással kizárólag természetes hozzávalókból készülő alkoholos ital. A megjelenés óta Attila itala sorra éri el a sikereket. Ez a Wolf and Lamb gyógynövénylikőr, gyakorlatilag ha említhetnék konkurenciákat, akkor a Unicum és a Jäger áll ehhez közel. Gyógynövényekből áll össze, 32 gyógynövény tartalmaz az ital. Ez egy ilyen kivonatolásos technológiával készül, amiről többet nem mondhatok, mert ezt titok. De egyébként ez az alapja a gyógynövények, mindenképpen természetes hozzávalókat tartalmaz. Kicsit megpróbáltam olyanra hangolni, hogy az szélesebb közönséget érjen el, mert az említett két ital mind a kettő szerintem szélsőség. Az egyik picit édes, és kicsit ilyen kanalas gyógyszerszerű, a másik nagyon keserű. És ezt próbáltam úgy hangolni, hogy mindenkinek tetszen. Illetve ami fontos dolog benne, hogy tonikkal, mint a gin tonikot fogyasztva kiváló keveréket tud adni. Attila elmondta, hogy a legnehezebb feladatnak a piacra jutást gondolja.
Most az a ponton vagyok, amikor a piacra jutás a legnehezebb számomra, de ugye itt teszek lépéseket, indult a Hungarikul programmal, az egy az Interspár vagy Spár által indított program, ahol a kistermelők be tudnak kerülni a multi szférába. Ezen a versenyen indítottam legelőször, ahol bekerült, így bekerültünk a Interspárokba. Majd ugye a következő lépések az volt, hogy meg is méressem a termékeket. Itt a nemzetközi versenyeken szerettem volna eredményeket elérni, hogy ne csak a külcsíny legyen szép, és az ember, hogyha ránéz, akkor meg akarja venni, hanem rögtön vizuálisan a beltartalomról is kapjon visszajelzést, hogy erre jók a versenyek, és ez szerintem segíti a piacra jutást. A versenyen 360 termékből egy 10 tagú zsűri választotta ki a számukra a legszimpatikusabb 10 terméket, köztük a Wolf & Lambot is. Én úgy gondolom, hogy elég nagy szóin, annak nagyon örültem akkor, mert az volt az első visszajelzés, hogy maga a termék jó, és ez jelentette az első lépést afelé, hogy nem csak a körülöttem lévők ismerik el, hanem egy picit már szakmai visszajelzést is kaptam róla. Mindezek után Attila nemrégiben jelentkezett egy országos műsorba is, mellyel célja nem csak a befektetők keresése volt, hanem hogy saját italát országos szinten is megismerhessék az emberek. Attila azonban továbbra is dolgozik következő termékén, ami egy alumínium dobozos long drink ital lesz. A kiskörösi óvodák Kőrisfa óvodája ad helyszínt idén is a nyári óvodának, amely június 26-án szerdán nyitotta meg ismét a nemrégiben bezárt kapuit a gyermekek számára. A kiskörösi óvodák Kőrisfa óvodája biztosítja idén nyáron a nyári óvoda programját a gyermekek számára, amely június 26-án szerdán nyitotta meg kapuit a gyermekek részére. Nagyon sok szülő dolgozik egész évben, mint mindannyian, így igénylik a nyári óvodát. A kiskörösi óvodák összes intézményéből 180 kisgyerek szüleje igényelte a nyári óvodát. Úgy döntöttünk, hogy a nyári óvoda helyszíne ebben az évben is a Kőrisfa óvoda lesz. Igaz, hogy az udvar nem feltétlen hűs és árnyékos, de a csoportszobákban biztosítva van a plafonhűtés, itt kellemes klímát tudunk biztosítani a gyerekek számára. A nyári óvoda során a program teljes mértékben eltér a nevelési év hétköznapjainak eseményeitől, így a pedagógusok és a vezetők egyhangú döntése alapján egy Állati Jó Nyár című projektet fognak feldolgozni a gyerekekkel együtt. Ez úgy fog történni, hogy a 7 héten keresztül a 7 kontinensnek az állatvilágával fognak megismerkedni a jövő héttől a gyerekek, és ezt a témát fogjuk feldolgozni, tevékenykedtető, tapasztalatszerző, élményszerző tevékenységek, foglalkozások nyújtásával. A nyári óvoda egészen augusztus 16-áig péntekig tart, onnantól pedig az óvodák tisztasági festései, illetve a ráhangolódás továbbképzések folynak majd a következő tanévre. Minden óvodában a nyár folyamán valósulnak meg a beruházások, illetve a renoválások, felújítások. Minden óvodán érintett abban, hogy tisztasági festések, meszelések megtörténjenek a mosdóhelységekben és a konyhai területeken, és természetesen ott, ahol a szükség kéri azt, hogy további felújítás, kőműves munkálatok folynak. Ezen felül több nagy beruházás is meg fog valósulni a kiskörösi óvodákban. Két nagy beruházásunk a Szűcsi óvodában és az Erdőtelki óvodában a kazán cseréje fűtéskorszerűsítés céljából, energiahatékonyság céljából meg fog valósulni. Nagy beruházás a Batthyány óvodában, hogy egy nagyon nagy értékű játszótéri játékeszköznek a letelepítése van most jelenleg is folyamatban, tehát már a gyártó értesített az elmúlt napokban, hogy elkészült a játék, holnap fog érkezni, és akkor a telepítési folyamat már holnaptól megkezdődik. Terve van még a homlokzat, felújítás, színesítés, ami ilyen apróság, és néhány olyan beszerzés, ami ugye eredményesebbé teszi a tárgyi feltételek szempontjából a jövő évi évkezdést. Továbbá a Szűcsi óvoda bővülni fog 3 csoportra való új gyerekszékekkel és padokkal is, illetve minden óvodában elvégezték a kötelező 2 éves játékbiztonság technikai ellenőrzést is.
Harmadik alkalommal került megszervezésre a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola kiszenekari tábora, mely lehetőséget nyújt a gyerekek számára, hogy megismerhessék a zenekari élet mindennapjait. A Szólam Alapfokú Művészeti Iskola immáron harmadik alkalommal szervezte meg kiszenekari táborát, mely lehetőséget nyújt azoknak a hangszeren tanuló gyerekeknek, akik még nem ismerték a zenekari életben rejlő részleteket. A tábor 5 napon keresztül tartott a gyermekek számára, reggel 9 órától egészen délután 4 óráig. A gyerekek teljes ellátottságban vesznek részt. A sok munka mellett természetesen volt rengeteg nevetés, sokat pingpongoztunk, szalonnát sütöttünk, és volt vetélkedő, minden jókedv, ami csak kell egy táborhoz. A táborra való jelentkezéskor a gyerekeknél figyelembe vették, hogy milyen szinten játszanak hangszerileg, de a tavalyi és idei táborban is voltak olyan résztvevők, akik csak egy éve játszanak hangszeren. Azoknak a gyerekeknek is lehetőség, akik iskolánkban már kiszenekarosok, hiszen ez egy nagyon intenzív tábor. A gyerekek rendkívül sok zenei élmény, és olyan sokat fejlődnek, hiszen a kezükben napi 5 órát van a hangszer átlagosan. Az elkövetkező percekben elhangzott zeneműveket ezek a gyerekek, úgyhogy valaki még soha nem látott zenekari stimmet, úgy kezdett el hétfőn a kiszenekari táborban részt venni. 5 nap alatt tanulták meg, úgyhogy elképesztő, óriási munka és nagyon nagy dicsőség és nagyon nagy lehetőség. Az intézményvezető elmondása szerint minden gyermek életében fontos szerepet játszik a zene, hiszen ahogy a felnőtteknél, úgy náluk is örömet ad, illetve a szomorkás hangulatban fel is vidítja őket. Hát bubor zenekari táborban, legfőképpen ugye a nevében is benne van, hogy fúvós hangszerek fognak felcsendülni. Fúvola, klarinét, rezes hangszerek, és nagyon döntő az ütőhangszerek többsége. A kiszenekari tábor egy zárókoncerttel ért véget június 28-án a Petőfi téren, amelyre természetesen a gyermekek hozzátartozói is kilátogattak, illetve bárki más is megtekinthette az előadásukat. Július 17-én az utánpótlás korú fiatalok számára rendeztek úszóversenyt a kiskörösi Rónaszéki fürdő tanúszodájában. A versenyen az iskolások mellett az óvodáskorú gyermekek is medencébe ugrottak, hogy megmérettessék magukat a vízben. Az utánpótlás korú fiatalok számára rendeztek úszóversenyt a kiskörösi Rónaszéki fürdő tanúszodájában június 17-én, amelyen az iskolások mellett az óvodások is versenyeztek, akik a környező településekről érkeztek. Itt is azért jönnek sok felől, elsősorban persze a járásból, Páhi, Kaskantyú és a többi településekről, de van például Hajósról is egy kislány, tehát eljöttek más településről is, akik ide járnak így hozzám edzeni, készülni, és hát az ő akaratjuk valahogy a legnagyobb. Az óvodások a nagymedencében teljesítették a 25 méteres távot, mely során gyors, mell- és hátúszásban mérettethették meg magukat, emellett pedig további versenyszámok színesítették az úszóversenyt. Ebben az évben kitaláltam egy olyat, hogy bomba ugró verseny, és aki a legszebb bombát ugorja, az is érmet kap pluszba, illetve oklevelet. Illetve lesz egy olyan, hogy fejes ugró verseny, hát erről majd ilyen bizottság fog dönteni, hogy kik a legügyesebbek, meg kié volt a legszebb, és hát ez egy kicsit olyan fűszer az úszás mellé. Az óvodás mezőnyben közel 20 gyermek részvételével zajlott a verseny. Ahogy számogattam már itt, egy olyan 15-18 versenyző, és
Hát a lányok persze kevesebben, mert ahogy számogattam, ott 3-4-en lesznek itt, most inkább a fiúk azok, akik holott előző években pont fordítva volt, a lányok voltak többen, de úgy látszik, hogy most az úszás az óvodásoknál nagyon népszerű. A verseny lebonyolításában Horváth András, Polgár Tibor, valamint a Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumából több diák is részt vett, ezzel segítve Pásztor Gyula munkáját. A verseny végén pedig természetesen érem került a dobogón végzett gyermekek nyakába. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. 3 új taggal bővült a Kiskörös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. Sorra nyeri el az elismeréseket a Wolfendlem. A kiskörösi óvodák Kőrisfa óvodája ad helyszínt idén is a nyári óvodának. 3. alkalommal került megszervezésre a Szólam Kids zenekari tábora. A június 17-i úszóversenyen az óvodások is medencébe ugrottak. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, ezt követően pedig Petőfi tér című kulturális magazinunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is, viszontlátásra!